Ilyen fekete gumilapok alkotják az új kosárlabda pálya talaját. Egyedülálló technológiával készültek, amelyet Európában összesen csak 3 helyen alkalmaznak. A Nyíregyházi Élelmiszeripari Technikum udvarán kialakított és pénteken átadott pálya a Westsik Kosárlabda Katlan nevet kapta. Az intézményben a közelmúltban is volt már nagy volumenű sportfejlesztés. Néhány éve újították fel a tornacsarnokot és az öltözőket, ahol azóta több nívós tornát bonyolítottak már le. Az, hogy mióta van ez a kosárlabda, ez konkrétan 2015-re datálható, amikor ez a korszerűsítés megtörtént. Iskolánkban nem igazán működött ilyen kosárlabda szakosztály, jelenleg is próbálunk fejlődni abban, hogy olyan gyerekeket küldjünk akár a kosárlabda klubba, akik megállják a helyüket, illetve elsődlegesen inkább azt szeretnénk, hogy megszeretetni ezekkel a gyerekekkel, az idejáró gyerekekkel mindennapos testnevelés órán a kosárlabdát, mint sportágat. A 28x15 méteres új pálya építését 3 éve határozták el. Tavaly pedig már el is készült, a járványhelyzet miatt azonban csak most tudták átadni. A beruházás, amelynek keretében egy automata defibrillátort is beszereztek, a Nyíregyházi Kosárlabda Klub TAO sportfejlesztési programja adott lehetőséget. Teljes bruttó összértéke 11 millió forint volt, nagy része majdnem 9 millió forint volt maga a pálya. A pálya egy nagyon érdekes puzzle-szerű gumilapokból áll, 32x32 centis gumilapokban, amelyeknek 1,3 centi a vastagsága, és mivel puzzle, ez fel is szedhető. Nyilván itt a Westsik udvarán nem ez a célunk, ezt véglegesen itt hagyjuk. A palánkok pedig abszolút kültőre készültek, horganyzott fényből, rugós gyűrűvel, műanyag palánkkal, és nagy ellensúllyal, és teljesen normális 1,5 méteres benyúlás, hogy minél inkább csökkentsük a balesetveszélyt. Ez maga a teljes pálya, amin itt állunk, és most elkezdtük közben a padokat is szépen felújítani. A 2011-ben elfogadott városi sportkoncepció része, hogy segítsék az utánpótlás sportot. Ennek keretében több fejlesztés is történt az utóbbi években. Nyilván a buszacsával kell kezdeni, hiszen azt megszereztük a város tulajdonába, ingyenesen felújítottuk, ugye, de az inkább a versenysport. Elindítottunk egy tornatermi felújítási programot, most már az kevés iskola van, ahol nincs felújítva a tornaterem, ami nem csak a mindennapos testneveléshez, hanem több iskolában kifejezetten, mint itt is a kosárlabdához van dedikálva. Szabadtéri pályák épültek, iskolákban is, közterületeken is, a stadionban is, a Bújtosi Városligetben ezzel a modern borítással. A pénteki átadón a Városi Tornasport Egyesület aerobikosai után az NKK U14-es csapata is felavatták a Katlant egy bemutató mérkőzéssel. Nyíregyházán egyébként terben van még egy ilyen mobilpálya kialakítása, ennek helyét még keresik, de várhatóan jövő nyár elejéig elkészül.